a még mindig szabadtéri gyakorlásra kényszerülő küzdősport űzőkről, legyenek azok birkózók, cselgáncsozók, vagy éppen ökölvívók, első blikre nem igazán állapíthatóak meg, mely sporták képviselői is ők. Nos, a tékvándósok mozgása mindenképpen e tekintetben árulkodó. A jelképes rúgásokat gyakorolják éppen a szekszárdi Aliszka Tékvándó Klub, már az alapképzésen átesett kisebb-nagyobb versenyzői a szekszárdi sportközpont rekordtámpája melletti és mögötti zöldövezetében. Az edzéseket látogató kezdők legkisebbek pedig eme fő technikai elemhez is elvezető, illetve rávezető mozgásokat súlykolják a bemelegítés után. Mindenki a fedélzeten szekszárd új sütletű, a gyerekek körében népszerűvé vált, és már figyelemre érdemes országos eredményeket is produkáló tékvándóban. Nehezen viselték a fiúk, lányok a sporták specifikus edzések nélküli hónapokat, miképpen oktatójuk, edzőjük Petra néni is. Mint mondja, több mindent újra kell tanulni a gyerekeknek. Én elkezdtem videós edzéseket tartani, de nem élő formában, hanem felvételről, tehát bárki bármikor ezt meg tudta csinálni, de én úgy vettem észre, hogy akkora nehézséget okozott a gyerekeknek átállni az online oktatásra, hogy nem tudták az edzéseket követni, hiszen az egy kötelező dolog, ez ugye meg egy szabadon választott. Akik viszonylag kezdők, tehát pár hónapja jártak, azok most teljesen újból kezdik gyakorlatilag, és akik meg versenyzők voltak, őnáluk a fizikai képességek csökkentek, nagyon azt veszem észre. Úgyhogy most, mikor májusban elkezdtünk edzeni, ez akkor már lassan egy hónapja gyakorlatilag, így egy ilyen alapozásszerű edzésmunkát végzünk azóta is, most kezdenek bejönni inkább a technikai elemek. Persze a terem lenne ehhez csak is az igazi, hogy igazi küzdelemre is végre sor kerülhessen. De ez előbb termet kellene találniuk, mert hogy régi helyükön a sportcsarnokban ugyanis még nem gyakorolhatnak, remélhetőleg inkább előbb, mint utóbb megoldódik ez a probléma. Annál is inkább, mert a szekszárdi oktatót az a megtiszteltetés érte szekszárdi munkájának elismeréseként, hogy a visszaesőben lévő pécsi klub munkáját is felügyelje a Magyar Tékvándó Szövetség felkérésére, amolyan dél-dunántúli régióvezetőként. Sajnos a pécsi klub az hát egy kicsit haldoklik, ha lehet ezt mondani. Egyébként egy nagyon jó kollega dolgozik ott, de egyszerűen nem tudja már a családdal és a munkával összeegyeztetni azt, hogy egy versenyklubot vigyen. Úgyhogy most ő helyette megkaptam az utánpótlás edzői címet itt Dél-Dunántúlon, és én ezt szeretném komolyan venni, tehát nem csak fölvéve a havi juttatást, ami ezért jár, mondjuk nem egy nagy juttatásról van szó, de akkor ezért plusz munkát is végzek, és akkor itt csapaton belül kialakítottam egy hétfős utánpótlás csoportot. Nekik most jelenleg 4 edzést tartok a héten, ebből 2 az itt zajlik, 1 online, tehát számítógépen keresztül közösen együtt látva egymást edzünk, és akkor heti 1 alkalommal pedig önálló edzésmunkájuk van. Rácz Petra nem szeretne ingázni Pécs és Szekszárd között, az ottani tehetségeket, a versenyezni is akarókat látná szívesen az övéi között Szekszárdon. A rendszeres közös edzéseknek mindkét klub nagy hasznát látná. A dél-dunántúli régióért lennék én felelős, mint utánpótlás edző, akkor ha nem is átjárni, de akár őket ide áthívni mondjuk egy heti 1 alkalommal, azokat, akik szeretnének versenyezni, és kicsit ezt komolyabban venni, erről lehet szó, és tervezem is, hogy beszélek az ottani edző kollégával. A szekszárdi klubvezető korábbi nyilatkozatát, véleményét ezúttal is csak megerősítette, nem óhajtanak versenysport istállóvá válni most sem, az Aliszka Tékvándó Klub továbbra is várja a versenyezni egyáltalán nem óhajtókat, akik szimplán el akarnak sajátítani egy nekik tetsző izgalmas sportágat. Ezért is vagyunk 2 edzők, tehát itt látni már a háttérben megérkezett Kovács Tamás másodedzőm, és ahogy szintén ezt lehet látni, az idősebb, már idősödő gyermekversenyzők, akik ugye magasabb ővel rendelkeznek, besegítenek gyakran az edzésekbe. Ha már tékvándó olimpiai sportággá vált, és népszerű sportág képviselői bizakodnak Szekszárdon is, hogy előbb-utóbb komoly versenyt rendezhet a helyi klub, amely
Egyébként már több országos elsőséggel és dobogós helyezéseket is elhozó versenyzővel büszkélkedhet sportágépítő munkájának gyümölcseként.